hagyományosan, még sose volt. Ez a bicikli még nem volt itt. Ja, de várjál, lehet, már nem tudom, hogy volt-e. Várj, és majd mindenkinek azt mondom, hogy én hoztam fel mind a kettőt, jó? És itt van az, hogy magyarul valójában csalános. Csalános a csapat. Emlékszel, mikor még vasrejtrákon másztunk föl? Igen, néha visszasírom azokat az időket. Ja. Hát meg nem volt itt soha senki. Egyébként most, hogy csak ennyien vannak, ez valami különleges világnak. 50-en, 100-an szoktak itt lenni. Kimondottan tömeg van. Hello. Na, itt megy a gerince végig az út, odáig a sípályáig. Ott látod a sípályáig. Látod, milyen közel van valójában? Jövök pár méter. És mindjárt innen a másik oldalon megmutatom. Ugye ez az ösvény. Megy el, rögtön visszafordul, ott van egy nagy szikla, látod itt alattunk közvetlenül, azt érinti, és utána, ha nagyon benézel oldalt a gerinc alatt egy pár méterre, 20 méterrel ott van egy, látszik a nyomvonal, hogy hogy megy végig erre. Hát akkor nem, nem, egy hang emelkedik is benne. Komolyan mondom, majd meglátod. Egy hang emelkedik. És nagyon jó is. Ja, és kérdezed, ez majdnem ilyen magas, azt hiszem 40 méter alacsony a csóványos, Magosvárnak hívják. Vagy is nézd meg mennyire van. Múltkor átmentem oda, nem volt tíz perc. És végig, ja, és végig gerincem mész, semmi emelkedő nincs benne. Hát a végén van egy nagyon gyenge. És akkor ezeken a gerinceken több út is van le, és onnan a Magosváron is van egy a hogy van? A piros megy a jobbra a Bernece barátiba, a zöld meg lemegy vizére. Ja, igen, igen. Hello. Ja, és múltkor voltunk a Ferivel Nyitrán. Igen, és az lett volna a folytatás, amiről fölkanyarodtunk, tudod? Csak az végig alatta megy el. Nem tudtad, nem tudsz onnan jönni. Igen, onnan nem tudsz ide följönni. Thank you.
azon a hegyláncon is végig lehet menni. Már voltam ott, nem mondom, hogy végig mentem, de voltam ott. És annak a túloldalán van kemence. Nem kemence, hülye vagyok, Nagybörzsön. Meg addig tőle, itt végig. Még ott is folyik egyébként. De mondom, ez így nagyon tetszik, hogy mennyire így nem lát területet meg semmit, illetve erre vonatkozólag a Drégeivár a legdurvább. Ott tényleg ott sem, ott egy olyan, egy villanyatlapot nem láttam. Nem, ez az alapokhoz nehéz, olyan értelanyom, hogy nem láttam. Igen. Kicsit elég. Jó, úgy igen, de Drégeivárról nem. Illetve bocs, ott is csak befele Börzsöny felé nem. Ott semmit nem lát, csak. Nem is egy falu, de egy házat. Aha. Igen. Hát igen, ott látod a Hideghegyi turistának az antennáját. Mesterséges kép. Meg sőt, hát egy sípája is mesterséges kép. Oda, arra fertájra még le kell mennem, mert valahogy ott nekem kimaradt. Hogy szó gerincen, hogy nem tudom. Nem biztosan. Nem biztosan. Dani már olyan helyeken találtad ott, hogy úgy tudtok én. De hát jó, valahol cipelés mindenhol van, meg gondolás. De jókat lehet. Na jó. Ez is megvolt, nem sietünk még. Honnan jöttünk föl? Ja, és hát egész a Dunapartról. Egyébként ott látszik a Duna három helyen is. Mondjuk ott már ott a predikáló szöki rész. Nem tudom, hogy be van számodva, hogy ez azt jelenti.